Francba, ezt nem hiszem el. Náló srácok, ez itt egy újabb Fortnite-os videó, és a mai videóban a legújabb fegyverekkel mehetünk csak, amíg mi kis Krisztián? Nem tudom, vannak ilyen puskák, meg ilyen régi, ilyen nagy kalóz, pisztoly, meg ilyenek. Menjünk a Koni Crossroads-ba, mit szólsz? Oké, és menjünk a Koni Crossroads-ba. Srácok, itt láthatjátok most, hogy mik az új fegyverek. Van ilyen kalóz, pisztoly, meg ilyen muskéta, vagy hogy hívják azt. Na mindegy, szóval tudjátok. Van még ezen kívül valami? Igen, vannak Star Wars-os fegyverek, van lézerkard, meg van ilyen végtelen lövedékű ilyen lézerpisztoly. És akkor a lézerkardot is használhatjuk? Arra gondoltunk, srácok, hogy a lézerkardot most nem használhatjuk, mert... itt is egy hunting rifle, tök jó. Mert abból szeretnénk egy külön videót csinálni, hogy a lézerkardot használjuk. Máté, megnézed a flintlockot? Milyen flintlock? Azta, nézd, ez meg a hunting rifle. Azta, de let's go, itt, ezt a fagyi embert pofán le. Ne rövid meg, te. Miért nem? Mert ökölbaom vagy. Ott van! Ja, nem, az csak egy NPC francba. Jó. Lemegyek, kinyitom a chestet. Ja, srácok, azt mondtuk az előző videóban, hogy még benn volt az a nagypapa fegyver. Itt van! Hol? Ott van a tank mögött. Most jön! Öl! Boom, baby! Szép volt, Máté! Lézerkard! Lézerkard, ez az enyém! Hia! Ne, meg! De Krisztián, akkor most a lézerkardot nem használhatjuk, mert srácok... Merő voltam! Várjál, levágom! Gyere! Jaj, nem használhatjuk? Na, szóval a lézerkardot most nem használhatjuk, mert a srácoknak lájkolniuk kell a fegy... Itt van ez a ilyen új shotgun is! Tudod? Ott a zöld flintlock. De vigyázz, Máté, mert itt van valaki. De hogy is? Itt ez a shotgun is új. Látod, igen. Ezt is használhatjuk. Mely? Na, szóval srácok... Akkor lézerkardot nem használtunk, ugye? Jó. Azt nem. Itt jön. Itt fog jönni. Máté, nyugi. Fog jönni elő. Gyere. Itt van. Menekül. De rosszul fog járni. Asztalat, 144-et vettem le neki. Na, szóval, hadd mondjam el. Lézerkardot most nem használhatjuk, mert a srácoknak össze kell hozni erre a videóra 4000 lájkot, és akkor fogunk egy lézerkardos videót. Igen, és tudjuk, srácok, hogy az előzőben is ezt mondtuk, hogy csinálunk valamit, és 4000 lájkra, és nem csináltuk meg, de sajnos most volt egy kis betegeskedés, meg ilyenek, szóval most kicsit gázol a helyzet. Úgyhogy nézzétek csak, srácok, hogyha akarjátok ezt látni, hogy így harcolunk más emberekkel, hogy hia. Akkor lájkoljátok ezt a videót. Jól van. Na, de most egyelőre eldobom a lézerkardot, mert most nem használhatjuk. Jól van. Na, akkor használhatjuk ezt a muskétát, használhatjuk ezt a shotgunt, meg ezt a pisztolyt. Máté, nézd már, kijött a tűzcsap, figyeld már. Várjál, ráugrok. És kilő. Igen, srácok, amúgy volt egy kis betegeskedés most így a elmúlt héten, úgyhogy sajnos azért nem. A Máténak az alávaló immunrendszere kicsit felmondta a szolgálata. Még most se gyógyultam meg teljesen. Kék hunting rifle. Yeah, baby. Oszta, ez már tényleg legendary chest. Szerinted mi lesz benne, Máté? Szerintem egy lézerkard lesz benne. Jó. Na mehet? Mehet. Szerintem egy lila SMG. Na mehet? Mehet. Fúj. Hát ez tényleg elég szar. Na mindegy. Ja, neked még nincs is pajzsod. Várj, adok kis pajzsot. Hol vagy? Itt vagyok. Jó, na akkor várjál, adatom a kis pályát. Benn vagyunk a körben. Ja, itt van. Köszönöm. Na. Jó, itókázd meg egy kicsit. Meg jó, sitókázom. De már maradék kettőt visszaadni. Miért adnám vissza? Hát, mert nem úgy megy az, hogy én adom neked, ezt nem adod vissza. Itt is van egy ilyen revolver. Az volt eddig? Az volt már az előző. Hopsz! Ej! Hallod? Mi az? Mi? Hallod a lépteket? Hallod a lépteket? Melyikeke? Ez egy gonosz NPC. Megöljük! Jogi! Boom, baby! Szép volt! Ajaj! Megtámadtak! Itt jön valaki! Benőjön a tankba! Mi a szar?! Máté, ugye most nem öltek meg! Nem! Nyugi! Nyugi, leszettem!
Helye! Touch, touch, touch! Aj, ne! Bum! Jó. Szép volt. Tudom, tudom. Köszönöm. Ó, hát ez kicsit durvább volt, mint gondoltam. Hát én is azt hittem, hogy azért végünk le lesz. Ott van hogy hívják, ilyen életfelhívős automata. Hal. Hát itt van a pofád előtte. Itt vannak shieldes hordók. Csak várjál, mindjárt föl... Ne! Mindjárt fölhílelem magam. Nyugodj már meg. Mert? Gyere ide. Aha. Szép. Na. Jó van. Szép, kicsit szép. Kimentünk a gyakorlatban. Itt van. Mi van itt? Ja? Szép munka, Máté. Ja, hát kicsit kimentünk, ám most nem játszottunk semmivel se két hétig. De ezek az a baj, hogy mindegyik olyan nagyon sokáig tölt, mindegyik fegyver. Aha, na, nem baj az. De rohadt jó ez a puska. Krisz! Itt történt egy ikonikus moment, most nézem. Igen, amikor kijöttünk a partra. Ez a pisztolyos videóban volt, amikor megtámadtunk valakit. Kergeti őt pókember. Lövöldöz minket! Ezt nem hiszem el! Nem látok! Emlékszel? Aha, nem. Ez nagyon jó ez a puska. Ja, ez tényleg elég jó. Csak nem lehet olyan jól, meg nagyon hosszú ideig tölt, meg nem lehet olyan jól vele célozni szerintem. Szerintem nagyon jól lett vele, és ilyen 160-at leszel le vele. Kívánjátok jobbulást a Máténak a kommentekben most azonnal. Ja, mert ha nem kívántok, akkor nem leszek jobban, és akkor folyamatosan itt köhögni fogok a videókban. Ha nem kívántok, akkor a Máté az... Ne dumáljál meg! Akkor Máté ezt be fog szarni, ha nem kívántok neki jobbulást. Mi az? Miért lő át a zabárom? No! Jaj, ne jön egy tank! Nyugi! Máté, menekülnünk kell! Elintézzük a csicska tankot, nyugi! Jó, na húzunk innen. Jó, hova? El innen. Jó, hol van? Be a körbe. Jaj, nem, pont a másik irányban van a kör. Akkor ugorj le! Yeah. Jó. Gyönyörű. Na, Krisztián, ugye itt is nyilván az a végső cél, hogy győzzünk. Ja, itt van egy ilyen is. Yeah, aztán, na megmutatjuk ezt a srácoknak. Nézd, mi? Ez erről beszélsz? Ami ja, már igen, neked legelejó óta van nekem. Na, de és akkor mind a kettőnknek van flintlock, ez a ilyen shotgun-szerűség, meg ez a vadászpuska is? Na, az jó. Ja. Akkor hát ezek az új fegyverek, igen, nem? Igen. Van még ezen kívül? Nem hiszem. Viszont amúgy lehet, hogy mivel sok ideje nem játszottunk, gyere ide! Jó. Mivel ugye sok ideje nem játszottunk, ezért lehet ez a nagy shotgun már régebb óta benn van. Aha. Hát jó, de mindegy, hát új. Ajaj, helikopter, mi a szar? Ez komoly, az meg fog ölni. Azt már most megmondom, hogy meg... Jön mögöttünk! Hol? Ott jönnek! Megtámadott! Menj, engedj be! Jó, lelőttek minden, miattad. Várj! Lőttek. Várj! Be! Szép volt, menjünk rájuk! Szép Oszta volt! 170-et vettem le! Ennyi volt a csicska, azt se tudta, ja. Hol van. Új, itt van ez a heavy sniper rifle, ez szerinted új fegyvernek nem, számít? Ez nem számít új fegyvernek. Hát ez durva volt. Azért ez kemény. Láttad a headshotomat? Nagyon jók ezek az új fegyverek, gyere már! Jaja, itt is egy lézerkard. Ó, és nagy pajzs! Obi-Wan Kenobi! Bébe. Yeah. Amúgy nekünk fogalma sincs, mi az, ment ugye a Star Wars-ról, mert én... Nem ismered a karaktereket? Nem. Ezt a... Soha nem láttam, és nem is fogom. Ezt a bénát, nem ismeri a Star Wars-ot már. Tudom, hogy nagyon sokan szeretik, úgyhogy nem kezdem el itt kritizálni, de... Ezért börtönbe kell kerüljél. Nézd, Luffy. Luffy, az mit tud? Ha? A Luffy? Hát gondolom lehet vele repkedni, nem? Igen. Muti már... Nem vagyunk benne, ott van. Luffy's ben. Már. Ott van benne. Luffy's ja. Te. Oké, Luffy-zok. Hol van? Az balloons. Oké, és balloons azok. Na. Na megnézed, hogy Luffy-zok? Aha, na mehet. Juhu! Hello. Let's go! Lehet még? Let's go! Lehet még? Yeah, baby! 360 no-scope! Lehet még? Juhu. Ott vannak lent! Wow, 70-20 no-scope. Jaj. Lelőttem. Jó. Hát nem lőttem le, csak hogy meglőttem. Van, lehet még amúgy. Ott vannak bent. Még 9 van. 9 darab. Rájuk menjünk?
Igen. Adok neked lufit, gyere ide le. Jó. Gyere le, Máté, nyom be egy lufit. Jó, de ne egy lufit nyom be akkor. Hát de egy van, hát egy kell. Hát de... Ujjjjjjj! Ja, lehet kettőt. Ez ugye, de akadd már vissza, te barom. Ez megőrült. Meghaltak! Lufis támadás! Ben van ott? Igen, itt vannak. Lufis támadás! Boom! Francba! Megöltek! Ez hülye! Lőd le őket, Krisz, gyerünk! Nem tudom, hogy kellett leszedni a lufikat, francba. Megöltek! De miért vagy ilyen pancser? Hát föl kell ugrani, azt lövöldözni. Hát de leszedtem egy csomó életüket. Hú, Máté, ez nagyon király volt ez a kör. Mondom a problémát. A lufis skilljeinken dolgozni kell, Máté. Ja, a lufi skilljeinken dolgozni kell. Viszont szerintem ideje, hogy bevessük magunkat. Amíg ne, menjünk már oda a fosba. Menjünk csak oda. Menjünk. Néha kell egy kis izgalom is, Krisztián. De ez nem izgalmas. Hanem. De ez izgalmas. Nem izgalmas, csak megdöglünk az elején. Te vagy a megdöglesz. Tudod mit? Hogyha kijutunk innen élve, akkor visszavonolom, amit mondtam. Pont az ajtóba fogok érkezni. Igen. Uh-huh. Hé, de te ottan nagyon alacsonyan lenni. Te csaló. Hé, hogy kell bemenni? Ja, itt van. Jaj, ne! Most itt eszem, vagy csak azokat a fegyvereket használhatjuk. Hát, az. Ajaj. Akkor viszont nagy bajban vagyunk. Jaj, ne! Itt van egy léptek! Léptek! Jaj, ne! Hunting rifle! Hol van? Gyerünk, Máté, hunteljél! Hol az anyádban vagy? Á, francban nem találtam el. Na, hantolsz már, hantolsz. Hantolok. Aha, hol vagy? Lel alattad. Jó. Yeah, van izé! És ilyen... Yeah, baby. Bigyó. Na, hold, Máté. Jön! Várjál, gyorsan császlőse! Engedj már be, te parom! Várj! Nekem nincs semmim, csak csákányom, Máté. Nyugi! Hol a csicska? Hartolnak, gyere, menjünk! Itt van! Engedj oda! Ez mi volt? Mi volt ez? Hogy lő le ilyen gyorsan, az hallod, a csaló! Nem láttam! Nem láttam! És meglőtt! Az hogy történt? Csal. Ez csal, bakker! Hát az összes lövés a fejre ment. Hát mivel így álltam és egyszer csak így meghaltam és nem volt sehol. Na, Krisztián, ez most teljesen annak tudható be, hogy nem sikerült. Hogy a retkes Tilted Towers-be mentünk! Annak! Pont azt akartam mondani. Na de, szerintem a Rocky Reels-ben jobb teljesítményt tudunk nyújtani, úgyhogy oda menjünk. A Rocky Reels-ben a következő, melyik is a Rocky Reels? Ott van az a magas épület? Igen. Ja, igen. Jó. Én oda megyek a magas épülethez. A magas épülethez mész. Ez igen. Pancsár. Na jó, akkor megyek én is oda. Oké, és... Ajaj! Jaj ne! Jön ide valaki más is! Akkor meg is a magasba megyek! Jaj ne, már ott van lenn a magasba! Ezt nem hiszem el! Ema ott van lenn a magasba! Ah. Léci, legyen itt egy fegyver! Itt egy flintlock, yeah! Oké. Itt nincs semmi. Jó, elmentem. Van egy lightsaber, azt használhatom? Hát használd. Ja, ne! Én találtam egy flintlockot. Máté, ide kell jönnöd hozzám. Oké. Okay. Ah. Gyere ide be! Gyere ide be! Rámegyünk! Jó, visszabújta. Nem onnan lőttek, hanem onnan. Visszabújta bitang. 175-től. Itt azaz. A mega chest. És itt ilyen fosok vannak benne, ezt nem hiszem el. Mindegy, van egy flintlock pisztolyom, Máté. Gyere velem! Gyere utánam, nyugi! Nem lesz gond. És már tök máshol vagyok, mint te. Ez hülye. Hát itt de... Vagyok? Na. Jó. Na. Tudod, mint addig használtad a lézerkardot. Júj! Jaj, ne! Meneküljünk! Menjünk innen el! Jó, gyere! Jaj, ne lőnek! Be a bokorba gyorsan! Jó. Oké. Szerintem menjünk gyorsan, valamit lootoljunk.
Mert a lézerkardot nem akarom használni. Gyere! Ezt nem hiszem el. Itt egy legendary chest. Itt is van egy legendary chest. Van kis pajzsod? Van, már feltöltöttem az életem. Vagyis ugye a pajzsom. Van már? És fegyvered van már? Aha, egy lézerkard. De azt nem akarom használni. Ezt nem hiszem el. Máté, miért egy ilyen bénre? Nem igaz, nem bizt fegyvert találni. Jó, szerintem nem jöttek ma utánunk, úgyhogy akkor menjünk tovább. Ott menjünk be abba a városba. Amúgy nagyon jók ezek az új fegyverek, én azt tettem észre, hogy nagyon jól tudtunk vele. Jól lehet vele zúzni. Ja, csak pancsok. Azzal a izével még nem találtam el senkit, azzal a flintlockkal. Semmit. Ez az, ranged shotgun. Na, azzal legalább már tudok lőni. Valaki élesztgeti magát. Ott. Hát nem tudunk oda menni addig már, szerintem. Hát még lootolni kéne, mert nekem csak egy flintlock van, és ezt egy év még visszatölti. Bár jó sokat lehet vele sebezni, nem mondom, de... Mi ez a nagy újraélezgetési mánia? Erre jönnek. Ja, látom. Van nála lézerkard. Ja. Nem, elfordult. Elmenekült. Tudta, hogy nem jókkal kezd. Hát persze. Igaz, tudja, hogy itt vagyunk. Aha. Igaz, hogy tudja, hogy nem jókkal kezd. És te miért nem öltöztél át amúgy? Miért nem öltöztél át alkalomhoz illően? Ne, meghajlanak! Csst! Ezt nem hiszem el, hogy állandóan baromkodnod kell! Francba már! Oké, és na, futás! Ja, van nálam egy nagy pajzsom, úgy most így leszembe. Oda föl, abba a kis viskóba! Jó, vágy! Let's go! Jó! Ez az! Jól van, Krisz, 54-en vagyunk, az még azért még eléggé messze van ám a győzelemtől, úgyhogy... Ja. Mindenféleképpen... Úgyhogy azért még bele kell húzni. Az jaj, a sötét lett! Jó van. Én ezt nem hát most az jó, mert... Oké, és... Nem látnak van meg egy van egy pajzs hordó, az... Az jöhet. Ja, de az csak vagy mindig ketten. Mindegy, azért jó esik, nem? Hogy rád fröccsen a kék lök. Hát de nem, mert nekem az életem. Ja, életedet is fölviszi? Persze. Ja, nekem is fölvitte. Tényleg, srácok, azt írjátok már le, hogy mások ilyen király cuccokat kivesznek a sátorokból, mi meg sose találunk benne semmit. Ja. Itt megfogja, fölveszi, ledobja úgy, mint ezt a Krisztián, és nem lehet belőle kivenni. Ja, az miféle csalás? Ilyen mítikus fegyvereket kivesznek belőle, meg ilyenek. Úgy, Máté, most azért kicsit szerencsétlenebbek vagyunk, mint az előbb. Máté, tele vagyok, várjál, gyere. De most nem menj már föl, hát ide adtam neked a fegyvert. Hova? Ja? Ha-ha-ha! Ez na. Megőrült. Amúgy azzal 170-et sebeztem azzal a flintlock pisztolyal. Igen. Úgyhogy persze. Úgyhogy az nagyon durva. Hát akkor azt tényleg... Ujjjjj! Beült a kocsiba az őrült. Máté. Ide jön. Megy el. Elment. Valaki lövi őket, lőtt hátulról. Lövöldözték őt hátulról. Aha. Ott van, vigyázz, megállt! Ja, a kocsi? Igen. Itt jön valaki? Krisztián! Máté, készülj fel a harcra. Becélzom előre. Ne, mert csak látni fog. Nem fog látni. Menjünk rá! Oké. Flintlockkal. Jaj, most látta, hogy lépek, ezt nem szóval. Ott van! Bement! Utána! Itt van meg... Kiment! Itt a kocsi mögöttünk, ki fog szállni? Eltaláltam! Bement alulra! Mellé lőttem, ezt nem hiszem el! Lőj már, ezt nem ér... Megöltem! Öld meg! No! Shotgunnal! Van shotgunod? Nincs! Francba. Most már nekem sincs. Farkasok, vigyázz! Fúss! Fúss, mesd az életed! Mesd az életed! Mentem! Jaj, ne, ez meg túl izgalmas a betegségemnek. Hol vannak? Itt az őrült? Ott volt! Szeretkes farkas, azt hittem, hogy ember! Jaj, ne híleli magát a mocsok! Hogy? Nem is láttam! Bele kell húznunk, ugyanis... Kell egy Victory Royale. Úgyhogy mehet a következő. Nos, Krisztián, most mindent bele kell adnunk, hogy győzni tudjunk. Úgyhogy szerintem egyértelműen a Fortress-en. Nem, a szülyeség. Szerintem menjünk a Sleepy Sound-ba most. Sleepy Sound, yeah, best helye.
Gyógyuljál már meg, te barncse! Jó, már nem tudok egy videó alatt meggyógyulni, te akarod. Dehogy nem, te lusta disznó. Let's go, azt nem, hogy ez a kék, biztos valami jó fegyver, nem? Uh-huh. Hát semmi nincs itt, gratulálok. Aztán, ó, ilyen izé, Chuck Splash, vagy mi ez, nem, keg. Chuck Shield Splash. Shield. Yeah, baby, kalózpisztoly. Nyisd meg itt a puncher, nem igaz, mert puncher, mancher, nem Abszolút igaz, itt egy chest, szerintem abban egyértelműen egy legendary valami lesz. A francba nem hiszem el. Ami nem is hülye ötlet, nem? Tudod, hogy fogsz egy ilyen nagy deszkát, és akkor így betszed a kádba, és akkor így tudsz enni, meg ilyenek. Hú, ja, tényleg, miközben fürdesz. Azt a mindenségét, hát ez szerintem egy forradalmi újítás. Ez egy 10/10-es. Van nálad egy keg? Mert nálam is van, akkor odaadom neked. Igen, nálam is van egy keg, ja, add ide. Airstrike, az mi a szar? Ja, az, hát amit ránk dobálnak. Légi... De az is új. Hát az is új, ja. Az is új, úgyhogy azt is használhatjuk. Jól van. Neked van már két új fegyvered? Mert ha van, van. Akkor... Igen, akkor melyiket kéred, a Kalausz pisztolyt vagy a shotgunt? Amelyiket te nem kéred. Jó, akkor a Kalausz pisztolyt. Majd francba. Airstrike, azt majd ki fogjuk próbálni. Ja. Azt mindenképpen. Itt is van egy keg. Jó. Induljunk majd el a kör felé lassan. Lehet, mert... ledobhatunk egy kelget akkor. Há, jó, akkor van. Ledobjam? Persze. Jó. Hova? Há, ide. Jó, akkor dob le. Így is odaadom ezt. Jó. Let's go! Let's go! Megy már a keg! Let's go! Let's go! Let's move it! Let's go! Let's go! Nagyon megy a keg, yo! Let's go! Let's go! Keg, yo! Yeah, baby! Megy a keg, van végre! Na? Jó? Aha, elképesztő. Ezt nem mondod! Hát itt a nagypapa! Yeah! És ellopja a nagypapát! Hát ellopom, mert én találtam meg. Neked van már két fegyvered, nekem meg egy. Vagy egy fegyvered? Csaló, csaló! Nagypapa! Yeah, baby! Akkor csak benne van még. Jaja. Új, új! Jaj! Jön a kör! Gyorsan, be a csónakba! Pillanat, csak még ezt így... Itt láttam egy izet, meg itt hallok most egy chestet. Mi a szar ez? Ja, Kylo Ren. Lightsaber. Itt van valaki! Megye! Segítség, barom! Miért nem jössz már, te csicska? Oh! Ez hülye! És még a világ végén vissza. De direkt mondtam! Ez megőrült. Itt van ilyen Star Wars-os fegyver is. Itt vagyok. Meghaltál? Hülye, barom! Remélem. Hol vagy, csicska? Ez az puska, je! Yeah. De örülök, hogy ezt kiszedtem, ezt a chestet. Na. Menjünk, Máté. Új, elég távol van, menjünk csónakkal. Jó. A király rózsaszín csónakommal. Let's go! Yeah, baby! Hát a fejbe lőlek, akkor szétlocsan az agy belőd. Nem. Látod? Francba tényleg, ezt nem hiszem el. Hát igen, és hogyha elindulok szupersebességgel, akkor vajon leesel? Nem. Nézzük meg. Yeah, woo, baby! Ujjj. Ez az, nem estem le. Hülye, barom! Nyugi! Nyugi! Yeah! Na, ott vagyunk már? Mindjárt. Ott vagyunk már? Mindjárt. Ott vagyunk már? Mindjárt. Ott vagyunk már? Mindjárt. Mikor vagyunk ott? Mindjárt. Mikor vagyunk már ott? Mindjárt. Itt harcolnak, Máté! Igen. Légi támogatást kértek. Itt van! Ott fölötte magát. Ja, az Luffy-s! A Luffy! Hol van? A Luffy-s srác, ott előttem. Ott van a háztetőn. Fölmegyünk hozzá? Igen. Aha, akkor nyomok rá Airstrike-ot. Jó. Ez az, gyerünk! Csicska! Fölmegyünk rá? Meghalt? Nem tudom, fölmegyünk. Menjünk föl. Hol vannak? És most kiízéted a... Azaz, adjál nekem nagypapival! Nagypapa! Ott van, csücska! Nyerünk, kapuska! Mi a szar? Jaj, a battlebusz! Jaj! Visszavonulás! Hol vagy? Hol vagy, haver? Itt vagyok fent! Jó. Várj, hol vannak ezek a csicskák? Jaj! Ez hülye! Ott van! Ez nem találjál! Krisztián nagyon... Jújúj! Jújúj! Találnunk kell egy járművet! Például ezt tankot? Igen? Jó, mehet! Jó, most lőhetünk ezzel is, nem? Ha már beültünk. Hát nem, tankkal nem lőhetünk most. 33-an vagyunk! Ott van! Vagy ez nem az? De! Na azért oda pörkölhetünk neki.
Igen? Persze. Nem? Ott megengeditek, srácok, hogy alapörköljünk neki! De akkor normálisan pörkölj már! Te pörkölő! Normálisan pörköltem. Jó, már pörkölt. Igen, de így nem ezekkel a fegyverekkel győzünk most. Hogyha ezzel nyerünk. Nem csináltunk semmit, csak megijesztettük. Na. Oké, és bemegyünk a körben. Kéne keresni egy helyet, nem? Ahova így megszállhatunk. Egy helyet? Aha. Hát például ja, az mondjuk a házikó. A hegynek a teteje. Például, tudod, nézd, az a házikó, ahova lövök. Oda ez például. Hülye. Ez fagyatékos. Oda bemehetünk, nem? Például abba a házikóba. Nem mehetünk tudod, be melyiket most már. Mondom, melyik házikó? Ne! Azt, tudod. Tudod, melyiket mondom? Ezt itt. Ez fagyatékos. De amúgy abba is bemehetünk, de szerintem ebbe jobb, ha ebbe megyünk, nem? Ebbe. Itt egy kalózpisztoly. Máté? Hö? Ez miért van szétrombolód ez a ház nullára vajon? Szerintem. Ujjjjj! Mi az? Gyere! Boom! Ott van. Hol van? Ott a csicska. Jó. Adjál neki. De azért ne ezzel lőjük, nem? Bement. Bement a bokorba. Máté, menjél rá fele, hát azért ne ezzel lőjük. Nem tankkal játszunk most, csak hogy gyorsan közeledjünk oda hozzá. Hol vagy? Hol vagy, te bitang? Ott jön. Menj már! Jó, akkor kiugrok. Aj, beszállt a izébe. Csicska! És a kamion az miért tolja el a izét? Megöl Máté, ne, ne gyere már, b***ng! Jó van, kinyírtam. Oké, ott van. De miért kell egy cserbe hagyni, ezt nem értem. Nyugi. Megölj. Ez milyen fegyver? Gyere, gyere! Ez milyen fegyver? Ez milyen fegyver? Máté, ott van valami nagyon epic fegyver. Ez a blaster rifle, ami nekem van, ez a igen. Lézer. És jó? Ja, és ez elég jó. Jó. Na, akkor azt felveszem én is. Máté, most nagyon fölmett a pulzus számom, kicsit meg kell nyugodni. Menjünk rá, a blasterrel. Te szedtél már le neki? Igen. Ott van! Gyakér! Azaz! No! Nyugi, Krisz, meghalok! Vagyis nem halok meg! Ezt elviszem el! De fogta is körülbelül egy másodperc. Franz baj! Félre mondtam, azt mondtam, hogy meghalok közben, azt kellett volna, hogy győzök, és ja, akkor sikerült. Ja, azért haltál meg, már mondtam. Ez az! Hú, srácok, elképesztően nagyon jók ezek a fegyverek. Krisz, te neked mi a véleményed róluk? Nekem az a véleményem róluk, hogy kár, hogy csak ezt a lézerfegyvert csak én kevés ideig használtam. Mert, ja, bár amúgy nem olyan jó, mert nagyon szór, így össze-vissza az a shotgun az, amit így lehajt, azt is úgy töltöd meg. Na, az elképesztő meg a király. Úgyhogy ezek nagyon jók ezek a fegyverek, nagyon sokat el lehet velük érni, csak most nagyon bénák voltunk, az az igazság. De majd a legközelebbi videóban jobbak leszünk. Úgyhogy, ha szeretnétek, hogy lézerkarddal menjünk, akkor mindenféleképpen lájkoljátok ezt a videót. Na szóval, srácok, ennyi is lett volna ez a videó, hogyha szeretnétek még ilyen videót látni, akkor biztos az is tetszeni fog, amikor csak csákánnyal mehettünk, illetve az is tetszeni fog, amikor megnéztük, hogy 100 nap alatt mennyit fejlődtünk. Úgyhogy nézzétek meg ezeket a videókat is, és találkozunk a legközelebbi videóban. Szevasztok!